Szappanos József nyugalmazott, címzetes igazgató vezetőként sokat tett Ozora iskolájáért, az oktató-nevelő munkáért, testnevelő pedagógusként pedig szívügyének tekintette a sportélet felvirágoztatását. Mindezek mellett bekapcsolódott Ozora közéletébe is, a rendszerváltás előtt tanácstag, majd több cikluson át képviselő. Közszolgálati munkája elismeréseként vette át augusztus 20-án az Ozoráért díjat. Ez a falu nekem életem álmait jelenti, ugyanis itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki Szekszárdon a közgazdasági technikumban végzett, Ozrai leány, de ez csak egy szelete ugye a történetnek, az itt képeltett munkámnak, az itt leért életemnek. 1965-ben kerültem ide. Nagyszerű volt a fogadtatásom, ugyanis futbolista voltam, és az minden faluban az időtájt nagyszerű volt az, ha valaki be tudott illeszkedni a faluba valamilyen tevékenységével. Hát nekem ez volt az első, legfontosabb. Szeretettel vártak, fogadtak a csapatban. Ugye gólokat lőttem, mint csatár, és ez nagyon tetszett a lakosságnak, a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. És mint testnevelő, tanár később e területen tevékenykedtem, és az iskola sportéletét próbáltam magas színvonalra emelni, a tanulók képességének fejlesztésében, mostoha körülmények között, de úgy érzem, hogy nagyon jól részt tudtam vállalni. Volt egy ilyen mozgalom az országban, egy pályaépítő klubja. Én későn értesültem erről, a Népsportban tudtam meg, hogy van ilyen, már lezárták a pályázatot. Erre bátorkodtam írni egy kérvényt, bemutattam, hogy milyen módon készült az Ozora Általános Iskola sporttelepe, és munkánk elismeréseképpen a lezárult pályázatok után 100 000 forintos támogatásban részesítettek bennünket, ugye ez ösztönzést adott számunkra, lelkesedést, hogy tovább építsük, és 8 év munkája után, amelyben részt vettek a szülők, a gyerekek, a társadalmi szervek, mindenki, aki a sportot szerette, így 8 év után elkészült egy olyan ifjúsági sporttelep, ezt a nevet kapta meg, mely a tanulók, ugye jól érezték magukat, itt tudtam a képességeiket kibontakoztatni, fejleszteni. Itt ezen a pályán született meg, alakult ki az a női kézilabda csapatom, akivel a megyebajnokságban is sok sikert értünk el. Közülük néhány nevet említek, Rajna Mária 8-os leány volt, ő volt a megyei első osztályú csapatom kapusa. Rózsa Gizella, aki ontotta a gólokat a megyében, és egy másik kiemelkedő játékosom, Nagy Györgyi, aki NB1-be került tőlünk. 1973-tól igazgatóhelyettesként dolgozott, 79-ben igazgatói kinevezést kapott, a tisztséget nyugdíjba vonulásáig töltötte be. A stabil tantestület kialakítása és az iskola épületének felújítása is az ő vezetése alatt valósult meg. 1979-ben lettem igazgató. Akkor a fluktuáció volt tanévről tanévre, hogy szinte átjáró ház volt az iskola. Akkor jött az a gondolat, hogy az ozorai személyek, akik elvégezték a középiskolát, pedagógusok akarnak lenni, azokat mindenképpen hozzuk haza. Ez egy óriási előnyt jelentett, tehát hozzuk a településre. Itt kezdtek képesítés nélkül sokan. Sikerült egy igazi szakmailag nagyszerű tantestületet összehozni, akik még nyugdíjba vonulásom után is sokan közülük a mai napig is az iskolában tanítanak. Segítség volt ez többféle szempontból a községnek, mert nem kellett szolgálati lakásba telepíteni a pedagógusokat. Nem is volt rá lehetőség a tanácsnak, a 95 a tanácsrendszer tanácsnak. De volt olyan helyzet, hogy például a községi tanács
az ide települt pedagógusoknak a tanulmányaik elvégzésének idejére kiegészítette a bérét, ami azt jelenti, hogy 300-400 forinttal annak idején megoldotta. A szerződés lényege az volt, hogy a ugyanannyi évet tanítson, amiket befejezi a felsőfokú intézményi tanulmányait, mint amennyi ideig fizették ezt a külön kis járadékot, hogy így mondjam. De jól esett a pedagógusnak, hiszen a pénzből élt, él a mai napig is, és ez ösztönző erővel hatott. Ebben a tekintetben kiemelkedő szerepet játszott az akkori községi vezetés, Sándor József tanácselnök, majd őt követte Farkas István tanácselnök, de nagyon nagyszerű jegyzője volt a falunak Szondi Sándor személyében. Amikor én igazgató lettem, sokat dolgoztam együtt a még napjainkban is az önkormányzatnál besegít Németh Györgyné Erzséke jegyzőnő, akivel a fürgedi tagintézmény körzetesítésében is együtt tudtunk dolgozni, hiszen ő Fürgeden volt jegyző, majd átkerült Ozorára. Nagyon nagyszerű dolgot tudtunk végrehajtani. Az ozorai iskoláról tudni kell azt, hogy a tanuló létszám összetétele halmozottan hátrányos helyzetű tanulókból állt, és pályázatunk sikerével 143 millió forintot nyertünk el. Teljesen átépült az iskola, új, korszerű, szemléltető eszközállománnyal lett felszerelve minden terem, és elérkezett az a pillanat, az idő, amikor már úgy éreztem 43 évi munkabiszony után, hogy nem vállok már több munkát. Ugyan a polgármester kérte, hogy még a ciklus végéig maradjak vele, de ez a tevékenységem aláfagyott. Ugyanis a feleségemmel megbeszéltük, egyszerre fejeztük be a munkát, ő is pedagógus volt, lett pedagógus volt. 43 évi munka után én, ő meg 42-vel fejeztük be az aktív pedagógusi tevékenységünket, és a sors fintora az, hogy az iskola szeptember 1-jére készült el, akkor kezdhettem volna új tanévet, nejemmel együtt, de erre már nem került sor, és egy kicsit úgy bántott is a dolog, mert ilyen gyönyörű iskolában jól felszerelt számítógép rendszerekkel, szaktantermekkel hoztunk létre, és tulajdonképpen már nem tanítottam, de úgy érzem, hogy jó döntés volt, mert időben kell tudni abbahagyni a munkát is, és időben kell tudni letenni a tevékenységet is. Azt nagy büszkeséggel mondhatom, és elismerésnek, megtiszteltetésnek, hogy engem még a mai napig is igazgató úrnak, tanár úrnak szólítanak. Ez rendkívül nagy dolog, ugyanis nevezzük nem ilyen dolgot, tehát a plébános úr volt valamikor az igazi úr, elnézést a hívek, a lelkek pásztora, az iskola igazgatója, ugye az iskoláskorú gyerekeknek a pásztora, hogy így mondjam, és teremelő érzés valóban az, hogy ez a tisztelet, szeretet még a mai napig is körülvesz. Pedagógiai és intézményvezetői munkája mellett a település közéletében is aktív szerepet vállalt. Ahogyan iskolai munkájának sikereinél is kiemelte, úgy itt is hangsúlyozza, hogy minden munka közösen valósult meg nagyon jó kollégákkal. Több ciklusban voltam tanácstag, aztán a rendszerváltás után két alkalommal, két ciklusban képviselő. Tehát az iskolai munka mellett már a falu közéleti tevékenységében is részt vettem, számítottak rám, igényelték a munkámat, és úgy vettem észre, hogy megbecsültek. Nagyon jó kapcsolatom volt, mikor
a rendszerváltás megtörtént, Sranc Istvánnéval. Sranc Istvánné polgármester segítette az iskolát, az intézményt, de a tantestület munkájában, illetve az igazgató irányításában meghagyta önmagát, hogy kibontakozzon az intézmény. Együtt tudtunk dolgozni például nagyon jól vele a községi fafaragó tábor létrehozásában, fafaragó tábor kialakításában. Itt 12 évig dolgoztak a fafaragók, jöttek más megyékből, és a vezetőjük Csék és Ernő volt. Jó volt együtt velük dolgozni, nagyszerű élmények kapcsolódnak hozzá. Szappanos József fontosnak tartja azt is, hogy az iskola és a szülők kapcsolata is jó volt, és a falu lakosságát sok közös program rendezvény hozta össze hónapról hónapra. Az én aktív időszakomban a szülők együtt lélegeztek velünk a gyerek érdekében. Tehát akkora volt a szülői ház és az iskola kapcsolata, hogy minden problémát, ha volt probléma, megbeszéltük. Erre jó voltak a szülői értekezletek. Minden a szülők akadémiája sorozat, amit beindítottunk annak idején, főleg a magatartás, tanulók magatartásának személyiségfejlesztése érdekében, partnerek voltak a szülők mindenben szinte. Az adott problémát, ami volt a tanulók között, le tudtuk rendezni az adott órában, úgy mondjam, mert egy óra múlva már a szülőkkel együtt letárgyaltuk az igazgató irodájában a problémát, mindenki emelfővel ment ki, mindenki békében, egyetértésben és a feladatok megoldásában mindenki részt vett, maga a gyerek, a szülő és a pedagógusok is. Mi szülőket minden, az iskola minden életében, minden helyzetében bevontuk, és ez úgy érzem, hogy nagyon nagy mértékben segítette a munkánkat. Hozzánk kerültek a fülgedi gyerekek, szintén hasonló magatartású problémákkal küzdő gyerekek voltak, mint a miénk. Tehát ebből a szempontból át tudtuk vinni Fülögedre is, a fülögedi szülőkkel a megfelelő kontaktusba kerültünk, megfelelő eredményekkel, hasonló dolgokkal, mint Ozarán. A szülői értekezett például ott tartottuk náluk, tehát a Fülöged és tagintézmény nem szenvedett semmivel sem hátrányt, ugyanazt a szolgáltatást megkapta a pedagógusok részéről, mint az anyaiskolában járó gyerekek szülei. Volt élet, az úttörő kulturális seregszemlék, amely 3-4 előadást is megért minden évben. Tehát minden évben készültek az őrsök, a rajok arra, az osztályok, hogy a megfelelő színvonallal kulturális műsort adjanak elő. Ebben nagyon nagy szerepe volt az osztályfőnököknek, a pedagógusoknak, akik szinte versengtek, hogy melyik osztály darabja, színdarabja lesz névósabb, színvonalosabb. És mindez azt jelentette, hogy a faluban volt élet, jól érezte magát mindenki, úgy vettem észre, magam is ebbe a közbe tartozok, és nagyon jó volt itt Ozorainak lenni. Valami hiányérzete van az embernek, amikor így visszagondol adott időszak nagyszerű eredményeire, eseményeire. Ma ez már másképp alakul, nyilvánvalóan más a társadalmi rendszer berendezkedése, de bíznunk kell abba, hogy ez jobb utat talál majd magának, és a falu közösségekből a vállalkozók segítségével majd netán jobb irányba fordulhatnak e gondolatok, e tevékenységek. Nyugdíjba vonulását követően a legtöbb idejét a családi pincészetben tölti és segít fiainak a vállalkozás sikerrevitelében. És persze erről a témáról is a számára fontos emberek és emlékek jutnak eszébe. Mindig is vonzódtam a szőlőtermesztés, a borászat irányában. Nagyon jó barátaim voltak, akikkel minden évben megbízattuk, megkóstoltuk az adott év termésének nedűjét. Ebben jó, szeretném itt megemlíteni barátaimat, Markovics György igazgató kollega,
Dudai Ferenc szintén igazgató kollega, és Enyedi István Tolna megyei tanács művelődés osztályának pénzügyi osztályvezetőjét, akikkel nem csak egy esetben, hanem életre szóló barátság is kialakult közöttünk. Nagyszerű kollégák, nagyszerű emberek az oktatásért mindent megtettek, segítették az én munkámat is, de ugyanakkor fordítva is fennállt ez a helyzet. Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok emlék köt össze bennünket a mai napig is. Szappanos József pályafutása alatt több kitüntetést is kapott, így a Testnevelés és Sport érdemes, majd kiváló dolgozója címet, 1979-ben pedig miniszteri dicséretben részesült. Minden díjára büszke, mert, mint mondta, az elismerések akkor is a komoly, lelkiismeretes és áldozatos munka kitüntetései, ha az előző rendszerben születtek. És nem mulasztja el hozzátenni azt sem, minden sikere közös azokkal, akik végig kísérték hosszú pályáján.